lesz az. Idén is megtartják a sportág választót, szeptember 23-án és 24-én, délelőtt 9 órától egészen délután 5 óráig, két helyszínen a Fabó Éva sportuszodában, valamint a Vasvári Pál általános iskola udvarán várják a mozogni vágyókat. A kétnapos programon több mint 30 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők edzőkkel, szakmai tanácsadással. A pénteki nap az előre bejelentkezett iskolás és óvodás csoportoknak van fenntartva, 14 órától azonban mindenki számára látogatható a rendezvény. A belépés ingyenes. Visszavágó. A Debrecen együttesét fogadja a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong csapata a MOL Liga következő fordulójában. Lee Gilbert tanítványai legutóbb éppen a Debrecen vendégeként léptek pályára. Akkor 4-1-es vereséget szenvedtek a hajdúságiaktól, így most hazai pályán bizonyíthatnak. A mérkőzés a tévé közvetítés miatt korábban pénteken este 6 órakor kezdődik a Dunaújvárosi jégcsarnokban. Első hazai bajnoki mérkőzését játssza a DKKA együttese. A Kohász a bajnokság első fordulójában a fővárosban az MTK ellen aratott magabiztos győzelmet. Zdravko Zovko csapata ezúttal megyei vetélytársát, a Fehérvár gárdáját fogadja. A találkozó szeptember 24-én szombaton 6 órakor kezdődik a Dunaújvárosi sportcsarnokban. Vasárnap sem ürül ki a sportcsarnok, megkezdődik ugyanis az NB1-es férfi röplabda bajnokság. A Dunaferese gárdája rögtön az egyik legnagyobb esélyessel, a regnáló bajnok Kaposvárral mérkőzik meg. A találkozó, amelynek a Dunaújvárosi sportcsarnok ad otthont, vasárnap délután 4 órakor kezdődik.